Látszatra az európai kultúrák és társadalmak nyitottak, de valójában, hogyha ténylegesen megvizsgáljuk őket, akkor nagyon zártak, mert hosszú évszázados, évezredes tradícióval rendelkeznek az európai társadalmak, európai népek, és felszínesen nyitottak, de a felszín alatt viszont nagyon nehéz áthatolni. Ez Európában az egyik legnagyobb probléma a pünkösdi karizmatikus mozgalomnak, hogy nem tud gyökered verni a társadalomnak a gerincébe, a középosztályon, és ezen keresztül elérni a felső és természetesen a periférián lévő embereket is, mert nem hiszek én az elit egyházban, hanem abban hiszek, hogy az egyháznak szolgálni kell az Urat, és akiket az Úr elhív, azok fele kell az egyháznak szolgálni. De biztos vagyok benne, hogy a társadalomnak minden rétegét meg akarja érinteni, illetve ahhoz, hogy megérintse, az egyháznak meg kell szólítani a társadalomnak minden rétegét. És pontosan én azt látom nagy kihívásnak, és erre szeretnék ma is benneteket bátorítani, hogy kérjetek Istentől, Isten igéje alapján, és ilyen igéket szeretnék megosztani, mennyi látást a saját nemzetetekről, mert másképpen nem csak azt kell elvárni, hogy egy nemzet fogadjon be egy új, friss keresztény irányzatot, mint a pünkösdi karizmatikus mozgalmat, hanem ahhoz, hogy ez megtörténjen, a pünkösdi karizmatikus keresztényeknek is kell, hogy kapjanak olyan látást a nemzetükről, amiben a nemzetnek a többsége rájön arra, hogy szükség van a pünkösdi karizmatikus egyházra, mert áldást fognak, plusz áldást fognak jelenteni számunkra. De sajnálatos módon sok olyan kis közösséget ismerek, ahol egyáltalán nem veszik tudomásul, hogy nemzethez is tartoznak, családhoz és nemzeti közösséghez is tartoznak, vagy illetve társadalomhoz, és éppen ezért szeretnék az ébredést, de ahhoz, hogy ébredés legyen, ahhoz először is kell hit, a hit pedig mindig látásra épül, hogy szól az Úr, ad egy látást egy nemzetre vonatkozóan, igazságokat, és ezeket az igazságokat hallgatni kell, és utána alakul ki minden esetben a hit. Mert a hit az válasz Isten igéjére, az soha nem az ember hozza létre. Ha az ember hozza létre, akkor ez egy akarat, és nagyon sok vallásos ember összekeveri az ő jó szándékát a hittel, hogy ő akar ébredést. Ugye sokszor halljátok a pünkösdieknél, ez már 100 éve, minden Isten tiszteleten, bárhová mész a világon, ott mindig ébredés szó biztos, hogy el fog hangzani. És ez rendben is van, nincs is ezzel probléma, nehogy félreértés legyen, csak sokszor az a probléma, hogy nincs ennek valóságos alapja, nincs valóságos hit. A hit mindig arra vonatkozik, hogy egy nemzetre vonatkozóan Isten ad egy látást, arra azt a látást befogadják a hívők, és ennek megfelelően cselekszenek. Mert a hit, ahogy mondtam, mindig Isten igéjén épül, és először az isteni a kezdeményezés, a hit pedig válaszol meggyőződéssel és azonosulással az Istennek a beszédéhez, és utána, az Isten beszéde után elkezdünk cselekedni a hit alapján. Másképp csak az ébredés egy nemzetnek az Istenhez való fordulása, szent vágy marad, de nem tudunk igazából segíteni ezen.